Ennek a mai rendezvénynek az az apropója, hogy át szeretnék adni egy támogató okiratot a Lukács és Tamás cégnek, akik eredményesen pályáztak egy olyan fajta támogatásra, amit néhány hónappal ezelőtt senki nem szeretett volna. Néhány hónap ezelőtt a magyar gazdaság Európában olyan módon működött, hogy tulajdonképpen az elsők, sőt az elsők voltunk a GDP növekedést illetően. Hát ebbe a folyamatban az elmúlt 10 évben felépítettünk. Avatkozott bele sajnálatos módon a koronavírus, meg ennek az összes következménye, ezért azt a folyamatot, amit megkezdtünk, ezt most kicsit más módon kell folytatni. A folytatás persze alapelveit tekintve nem térne el attól, amit egyébként az elmúlt 10 évben tettünk és gondoltunk a gazdaságról. Munkaalapú gazdaságot szeretnénk építeni, és igazán a krízis ideje alatt és a válság ideje alatt is mindenképpen a munkát szeretnénk előtérbe helyezni, a munkahelyeket szeretnénk megvédeni, munkahelyeket szeretnénk erősíteni, és munkahelyeket szeretnénk mindenképpen támogatni. Ez az alapelv annak a gazdaságvédelmi akciótervnek, amit egy hónappal, kicsit több mint egy hónappal ezelőtt jelentett be a kormány. Ennek a gazdaságvédelmi akciótervnek az első és legfontosabb eleme a munkahelyeknek a megvédése. Ezzel kezdtük, így jöttek létre azok a konstrukciók, amelyek akár a szép magyar szóval nem találtunk jogszót, ez a Kurzarbeit, tehát a rövidített munkaidőnek a finanszírozása. Ezt Németországból kitalálták, nem voltunk nagyon kreatívak, átvettük, de úgy tűnik, hogy az átvétel az jól sikerült. Az egyik fontos eleme, de vannak más specifikus elemei is, ilyen például a magasan képzett kutatófejlesztőket alkalmazó vállalatoknál a kutatófejlesztőknek a bértámogatása, de ide tartoznak azok az egyéb támogatási rendszerek, amik már ezen egy kicsit túlmutatnak, és már nem szükségszerűen a munkahelyek megvédésére koncentrálnak csak, hanem új munkahelyeknek a teremtésére. Múlt héten jelentettük be a munkahely teremtő programunkat, de ez arra vonatkozik, hogy a múlt hét pénteki létszámhoz képest, nem valamilyen korábbi statisztikai, nem a válság előtt, a múlt hét pénteki létszámhoz képest, aki új munkavállalókat alkalmaz, 6 hónapig az állam a teljes költségét, a bér, illetve a járulék költségét ennek átvállalja, azzal a feltétellel, hogy a munkaadó egyébként utána 3 hónapig még alkalmazza őket. Tehát már látszik az, hogy a válság kezelése, én azt gondolom, hogy nagyon sikeresen történt, ha megnézzük a vírussal kapcsolatos számainkat, akkor ezek megnyugtatóak, lecsökkent egy olyan szintre a vírus terjedése, ami azt gondoljuk, hogy kézben tartató. Most már arra koncentrálunk, hogy tudjuk a gazdaságot gyorsítani. Nehéz ilyenkor becsülni meg egy gazdasági miniszternek, nem is olyan érdemes, mert később majd számon kérik rajta, hogy hány százalékos gazdasági növekedés lát erre az évre. Itt vannak különböző becslések, ezeknek a tartománya egyébként szűkül, ez 6% csökkenéstől plusz 3% növekedésig, sokfajta szám látható. Ami fontos, hogy a magyar gazdaság mielőtt elért bennünket is ez a vírus, egy felfelé haladó pályán volt, és egy felfelé haladó pályáról kezdett el csökkenni. Azért, ha megnézzük az első 3 hónap, az első 4. GDP számait, a magyar gazdaság mindig 2%-kal nőtt, de ami azt jelenti, hogy egy egészséges állapotban kezdtünk el ezzel foglalkozni, és hogyha nem csak a makroszámokat nézzük, hanem megnézzünk olyan jellemzőket, mint például az EKR rendszerben a közúton szállított árumennyiséget, ha megnézzük például a vasúti fuvarozásnak a számait, hogyan alakulnak ezek, de ha megnézzük egyszerűen a legyártott és eladott pótkocsiknak a darabszámát, ugye pótkocsit akkor az ember gyereke, hogyha egyébként szállítani akar, egyébként nem beszélhet, akkor azért ezek bizakodásra adnak okot. És hogyha ezt hozzárakjuk azt, hogy azok a feltételek, amik az elmúlt időszak átmeneti részét biztosították, ugye részben a munkahelyek megvédése, részben a likviditás biztosítása, részben pedig a vírussal kapcsolatos a járványhelyzetnek a kérdése, akkor méltán bizakodhatunk, vagy bízhatunk abban, hogy Magyarországot pontosan az elmondottak alapján nem fogja olyan nagy mértékben érinteni ez a válság, de egyelőre ezt még korai kijelenteni. Nagyon sok munkánk van még, eddig is nagyon sokat dolgoztunk, most én azt hiszem, hogy célzott munkával ezt tovább is fenn kell tartanunk. Ha megnézzük a számokat, eddig a munkahelyvédelmi bértámogatása 106 ezer munkavállalóra adtak be kérelmet, ennek több mint a felét már elbíráltuk, és a munkavállalók számlájára a hónap végén meg fog érkezni az összeg, amit egyébként a munkaadójukkal együtt kértek. De a kutatásfejlesztési munkakörben is körülbelül már 10 ezer fejlesztőmérnökre, matematikussal kértek támogatást a cégek, ennek is a harmadát már elbíráltuk, de ezek a bírálatok zajlanak. Van egy nagyon fontos másik eleme a munkahely támogatási programunknak. Itt tulajdonképpen magunk is meglepődtünk, ugye a vírus nem teszi azt lehetővé, hogy olyan tanfolyamokat, olyan továbbképzéseket tartsunk, ahol sok ember összegyűlik, hiszen a fertőzés veszélye nyilván nagy. Ezért megnéztük, hogy mi az a terület, ahol
ahol távoktatásba, e-learning, digitálisan tudunk képzettséget adni, és hát itt elég egyértelmű volt a kimenete, hogy informatikához értő embereket kell képezni, és meghirdettünk egy informatikai alaptanfolyamot, és minden várakozáson felül több mint 50 ezeren jelentkeztek ennek a tanfolyamnak a végrehajtására. Nyilván ők nem munkanélküliek mind, ebben vannak egyetemisták, és vannak olyanok, akik egyébként most kevesebben dolgoznak. Ez is egy nagyon sikeres programnak tűnik. Gondoltunk az egyetemistákra, a gyerekeinkre, akik most otthon vannak és nem tudnak munkát vállalni a tanulmányaik mellett. Ott létrehoztunk egy diákhitel konstrukciót, ami szintén nagyon népszerű, nulla kamatozású hitelt vehetnek föl, és ebből finanszírozhatják ezt az átmeneti időszakot. Én azt gondolom, hogy ezek az eszközök, ezek alkalmasak arra, hogy a korábbi elvünket megtartva, tehát nem csak szociális támogatást nyújtva, ebből is 180 ezer ember egyébként folyamatosan kap álláskeresési támogatást, illetve egy speciális támogatást, hogyha már ebből is kikerült, tehát ők sem maradtak az útszélén, viszont jobban szeretjük azt, hogy ha munkahelyeket teremtünk és munkahelyeket óvunk meg. Összeszámoltuk azt, hogy ezek az intézkedések mindent összevetve hány embernek a munkahelyét védték meg, illetve hány emberről gondoskodnak. Itt már nagyjából 1 millió ember környékén tartunk, akik nem vesztették el az állásukat, illetve akiknek új munkahelyeket tudunk teremteni. Én köszönöm azt a támogatást, amit a gazdasági részéről kaptunk ebbe az ügybe. Ezek a támogatási konstrukciók, ezek nem fixek. A kormánynak a bölcsessége is limitált, tehát hogyha ezeken módosítani kell, és ezt egyébként tesszük folyamatosan, akkor ezeket meg fogjuk tenni, de annak érdekében, hogy a vállalkozásokat más módon is flexibilisebben, kevesebb adminisztrációval tudjuk a további évben is kielégíteni. Én szeretnék gratulálni a cégnek, hogy erre jelentkezett. Én azt hiszem, hogy ez a válság, ez nem lesz olyan hosszú, mint ahogy ezt egyébként gondoltuk, de ha mégis, akkor úgy tűnik, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy akár ennek az egészségügyi részét, akár a gazdasági részét a jövőben is tudjuk kezelni, és ez ne okozza nekünk túlzottan nagy gondot. Nagy tisztelettel köszöntöm én és Palkovics Lászlót, az innovációs és technológiai miniszter urat, Rétvári Bencejt, országgyűlési képviselőt, minden kedves kollégámat, fiaimat, akik mellettem és a szakmában nőttek fel, hiszen családunk már 1982-ben elkötelezte magát ehhez a szektorhoz, és 1986 óta a Volkswagen márka mellett. Vannak olyan helyzetek, amelyekre nincsenek szavak. Ez a mai nap is az. Egy 10 éves kislány, akinek az apukája a garázsban Trabantot és Warburgot javított, beleszagolt a levegőbe, és brigaciol és hermeték ragasztó szagot érzett, és nap mint nap ebben élt. Ez mélyen belevésődött a zsigereibe és az emlékképeibe. Ez a kislány én vagyok. Ma egy 40 fős céget vezetek, és ahogy említettem, már 1982 óta a szakmában vagyunk, és 23 éve rendületlenül képviseljük itt Vácott a Volkswagen márkát, mint magyarországi díler. Ma a közlekedésben jártas és a járműiparban elfogadott és nagyon elismert miniszter és egy országgyűlési képviselő, akik egy ország jelenét és jövőjét alakítják, megtisztelnek bennünket azzal, hogy meglátogatnak, és mint egy igazi jó vendég nem is jöttek üres kézzel. Támogatást több mint 7 millió forintot hoztak 34 embernek. Ez nagyon komoly elismerés cégünknek és minden dolgozónak. Amikor az új típusú koronavírus felütötte a fejét idehaza, és a kormány meghozta a védekezés első döntéseit, cégünk azonnal szinte a szakmában elsőként hozta meg a megfelelő intézkedéseit, amellyel elsődlegesen munkatársak egészségét és a munkahelyek megtartását tűzte ki célul. A középvezetőimmel az intézkedés technikai részét együtt vállaltuk. A dolgozók azonnal mellénk álltak, mindenki mellszélességet beleadva bizalmat szavazott a nem népszerű döntéseknek és a megszorító intézkedéseknek. Vállalták a 4 órás munkaidőt, sőt, amikor szükséges volt, a fizetés nélküli munkaidőt is. Felismerték, hogy ezt a mostani helyzetet csak közösen tudjuk megoldani.
mindenki a saját munkakörében azonnal kreatív megoldásokat keresett a kieső forgalom enyhítése érdekében, és azért, hogy a cég biztonságosan tovább tudjon működni. Azóta is hetente egyeztetünk, figyeljük és vizsgáljuk a helyzetünket, és ennek megfelelően módosítjuk az intézkedéseinket. Nagyon komoly segítséget jelentett és nyújtott ehhez, hogy a kormány rendszeresen, gyorsan és hitelesen adott tájékoztatást minden területre. Én, mint cégvezető, nagyon nehéz napokat éltem át, hiszen nemrég jöttünk rá a lélegeztetőgépről, a 2008-as válságból, ami a szektorunkat nagyon mélyen érintette. Azok a napok a zsigereimben maradtak, és most újból neki kellett futni, válságot kellett kezelni. Be kell, hogy valljam, nagyon megijedtem. De aztán az első napok után rá kellett jönnöm, hogy ez a válság más. Nem hagyott senki magamra. Közös volt a teherviselés. Nagyon megnyugtató volt cégünk számára az azonnali hitelmoratórium bevezetése, ellentétben a 2008-as válsággal szemben. Bizonyosságot tett a kormány arról, hogy mindenki fontos, és hogy senkit sem hagy magára. Azóta is folyamatos a több lépcsős állami támogató rendszer a gazdaság újraindítása érdekében. Kollégáim és cégünk számára ez a mai nap is megerősít minket abban, hogy ez az állami támogatás, ami vissza nem térítendő, biztosítja a hosszú és kitartó munka eredményevel felépített csapatot, a munkatársaim a legmagasabb szakmai képesítéssel, tudással rendelkeznek a szektorunkban. El tudtuk kerülni azt, hogy munkaköröket kelljen megszüntetni. Komoly megtisztelés ez a szektorban dolgozók számára. Végül egy idézettel zárom gondolataimat, fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Mózes harmadik könyvéből. Befejezésül úgy gondolom, önöknek is fontos, hogy a kis- és középvállalkozásokkal karöltve érjék el a céljukat, hiszen ez a szektor megbízható, jól termelő és innovatív. Nekünk, munkaadóknak is ugyanígy fontos, hogy együttműködjünk a munkatársainkkal, és közösen érjük el velük a céljainkat. Csak együtt tudjuk legyőzni a közös ellenségünket, az egészségügyi és gazdasági krízist. Én is nagy szeretettel köszöntöm miniszterelnököt, köszönjük szépen, hogy több váci cég is kaphat ezekből az állami támogatásokból. A koronavírus járvány alatt talán a gyorsaság volt az egyik legfontosabb az eddigi időszakban. Ezért volt fontos, hogy a magyar kormány gyorsan tudott lépni az emberek egészségének megvédése érdekében is, és az emberek munkahelyének a megvédése érdekében is. Az egészség megvédése szerencsére úgy látszik, hogy az eddigi adatok alapján jobban sikerült, mint a legtöbb európai országnak, hiszen ha megnézzük az 1 millió lakosra jutó koronavírusban elhunytaknak a számát, akkor Magyarország abban az egyharmadban van, ahol a legalacsonyabb a halottak száma 1 millió lakosra vetítve, tehát abban a harmadban, aki a legsikeresebben tudott védekezni egészségtéren a koronavírus járványa szemben. Fontos volt itt a gyorsaság, és fontos volt a gyorsaság a gazdaság védelme érdekében is. Ezért fontos, hogy Magyarország gyorsan és nagy nagyságrendben a GDP 18-20%-át kitevően és rugalmasan reagált arra, hogy hogyan kell megvédeni az emberek munkahelyét, sőt, hogyan kell akár új munkahelyeket is létrehozni. Miniszter említette, hogy hétfőn már ilyen támogatási formát is meghirdettek, amelyek új munkahelyekről szólnak, nem csak a régieknek a megvédéséről. Itt Vácon és Vác környékén számtalan vállalkozás tud ezzel a lehetőséggel élni. Sokan, akik kritizálni akarták ezt az intézkedést, azt mondták, hogy csak a nagy cégek számára kedvező. Itt most egy családi vállalkozásban vagyunk, amelyet valóban egy család indított el, és ennek a családnak a számára, ennek a családi vállalkozásnak a számára is igénybe vehető, és vannak ennél kisebb vállalkozások is. Van olyan cég, amelyik ezekre a támogatásokra pályázott, és több ezer főt foglalkoztat itt Vácon és Vác környékén, de van olyan is, amelyiknek 10-11 alkalmazottja van, mind a kisebb, 10 fő körüli vállalkozások számára, mind a nagyobb, 1000 fő körüli, vagy több ezer fős vállalkozások számára egyaránt rugalmasan igénybe vehető ez a munka.
technikai megtartó támogatás, sőt, itt a környéken a K plusz F kutatásfejlesztési munkahelyek megvédését célzó támogatásokat is igénybe tudják venni, tehát előre is tudnak lépni a cégek ezen támogatások mentén. Nem voltak igazak tehát azok a vádak, amelyek azt mondták, hogy ez csak szűkebb cégek számára, egy szűkebb csoport számára előnyös, mindenfajta kisebb családi vagy nagyobb vállalkozások számára egyaránt igénybe vehető. Fontos, hogy itt a kormány már több lépést is tett az elmúlt időszakban azért, hogy a váci munkahelyek bővülni tudjanak, a váci gazdaság érénkülni tudjon. Elég beszélni az M2-es kétszer kétsávosra bővítéséről, a szakképzési centrum fejlesztéséről, vagy egy teljesen új kilátóközpontnak a létrehozataláról, amely olyanok számára segít piacképes végzettséget szerezni, akik egyébként az eddigi oktatási szakképzési rendszerben csak nehézségek árán tudtak erőtnek. Azért is fontosak ezek az állami támogatások a munkahelyek megőrzéséhez, mert sajnos sok helyen látjuk, hogy a helyi, főleg ellenzéki vezetési önkormányzatok a megszorításokban hisznek. Álláshelyek szűnnek meg, vagy emberek bére nullázódik le. Ezen szemben a kormányzati támogatás segít abban, hogy megőrizzük az emberek munkahelyét, segít abban, hogy megőrizzük az emberek bérének a 100%-át olyan helyeken is, ahol a helyi önkormányzat ezzel szemben a megszorítások politikáját követi. Én nagyon örülök, hogy itt Vácon és Vác környékén számtalan vállalkozás pályázott ezekre. Egyre többen kapják meg a kiértesítést arról, hogy nyert is a pályázatuk. Itt csak ebben a kisebb részben, Pest megye északi részében már több mint 1000 munkahelynek a megvédéséhez járultak hozzá azok a munkahelyvédelmi akciótervben nyilvánosságra hozott és meghirdetett pályázatok, amelyek akár a munkahelyek megtartását, akár új munkahelyek létrehozását, akár K plusz F támogatásokat jelentenek. Nagyon örülünk, hogy az itt levő cégek is gyorsan reagáltak, igénybe vették ezeket a támogatásokat, hiszen az azt jelenti, hogy legalább 1000 családnak a biztos megélhetését is erre az időszakra meg tudtuk őrizni, és bízunk benne, hogy amikor majd a válságon túl leszünk, akkor már támogatások nélkül is ezek a munkahelyek továbbra is tudják ezeknek a családoknak a megélhetését rögzíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer miniszter úrnak, és köszönjük a kormánynak is, hogy itt Vácon és környékén is sok-sok munkahely megőrzéséhez nyújtott gyors és rugalmasan igénybe vehető támogatást.